Egy jelentéktelennek induló eseményből lett botrány Brüsszelben Szanyi Tibor váratlan megjegyzése miatt. A könyvbemutatón Orbán népszerűségét Putyin, Erdogán és Hitler népszerűségéhez hasonlította a szocialista politikus, akit arról is kérdezünk, hogy valóban támogatja-e a csalással és sikkasztással vádolt Ceglédi Csaba indulását a választásokon. Úgy határoztunk, hogy a döntéshozókénál magasabb szint képviselőihez, a magyar emberekhez fordulunk. Mivel az oktatási kormányzat semmibe vette az ország jövője érdekében megfogalmazott kéréseinket, ezért nekünk, magyar diákoknak, tanárainkkal és szüleinkkel közösen kell rendszert váltanunk az oktatásban. Így hirdették meg a mai tüntetést a diákok. A demonstrációról érkezett Kormos Krisztián. Kaposvár mellett Hódmezővásárhely az egyetlen megyei jogú város, amit a rendszerváltás óta nem vezetett baloldali politikus. Sokak szerint főpróba lehet a parlamenti választás előtt ez a küzdelem. Milyen következtetést érdemes levonni az országos választásra a helyi eredményekből? Illetve okozhatnak-e zavart az országgyűlési választáson az utolsó pillanatban felbukkant egyéni indulók, mint például Bokros Lajos vagy a szexbálvány Kelemen Anna? Erről is beszélgetnek Ceglédi Zoltán és Lakner Zoltán. Szanyi Tiborral folytatjuk. Nem könnyű sokszor Szanyi Tibor pártársának lenni. Jó estét kívánok. Jó, mert hát tényleg... nagyon könnyű. Igen, nagyon könnyű. Mert sokat kell magyarázkodni ön miatt, én erre gondoltam. Nem kell magyarázkodni. De hogy nem? Hát nem, ez úgy működik, hogy a sajtó, nyilván önök abszolút kivételek, de a sajtó az általában azt szokta csinálni, hogy valaki elferdít egy mondatot, és akkor az összes többi kolléga már a többi hír szájt ráugrik, és akkor az, hogy honnan indult, az már nem is érdekes, hanem csak az érdekes, hogy ki mit tesz hozzá sejtetve, vagy gondolva, na, vagy akkor valami. Nézzük a konkrét legfrissebb ügyet, hogy egy könyvbemutatón vett részt, és az ütötte meg a sajtó inger küszöbét, hogy Putyinhoz, Erdoganhoz, Hitlerhez és mások mellett Sztálinhoz hasonlította Orbán Viktort népszerűségükben. Kim Jong-un-t is mondtam, tehát ő volt az ötödik, öt nevet mondtam. De nem összehasonlítani. Szóval, hogyha Orbánt akarnám hasonlítani, akkor az sokkal cirkalmasabb lenne, az nem bírná ki ez a stúdió, hogy mihez hasonlítanám Orbánt. Nem hasonlítottam, én azonosítottam Orbánnak a népszerűségét azokkal a történelmi példákkal, amikor valaki, akinek köze nem volt a demokráciához, mert az említett uraknak éppenséggel nem sok köze van a demokráciához, egyik se a demokrácia bajnoka, ám de mégis roppant népszerűek tudnak lenni, vagy voltak a maguk idejében, ez tagadhatatlan. Hát, hogy Sztálin meg Hitlerről később már ez megváltozott, de amíg éltek, addig ők hihetetlen. Ebből mondjuk figurák. Itt a magyar választási kampányban milyen következtetés van? Ebből semmilyen következtetés nem lehet levonni, ott volt egy provokatív kérdés a szerzővel szemben. Úgy hangzott a kérdés, hogy na de, hogyha Magyarországon akkora baj lenne a demokráciával, akkor mitől olyan marha népszerű Orbán? És erre mondtam én azt, hogy a népszerűség az nem egy demokratikus vívmány, vagy valami ilyesmi. Egy diktátor is lehet roppant népszerű, és ezért hoztam ezt az öt példát. Mitől lehet ilyen népszerű Orbán Viktor? Annak ellenére, hogy megnéztem most az ön Facebook oldalát. Hát az agymosást. Nagyon rendkívül aktív volt tegnap éjjel, 2 óra 17 és 2 óra 32 között. Összesen 9 hírt rakott ki, csak azzal a kommenter, hogy önmagáért beszél, és mind-mind a Fidesz számára kínos ügy igen. volt. Hát ennek ellenére a támogatottságuk az egekben. Na, ezt én nem mondanám. Miért nem? Na, azért nem mondanám, mert nézzük meg a valós számokat. 2014-ben a Fidesz kevesebb szavazatot kapott, mint 2006-ban vagy 2002-ben. Mégis micsoda nagy különbség volt a történelmi szituációban. 2014-ből a jogrend megfabrikálásával kétharmados többséget tudott szerezni, viszonylag kevés szavazattal, és sokkal több szavazattal demokratikus választási körülmények között meg alul maradt. Ennek egyébként csak annyi a titka, hogyha az emberek fejébe belebeszélik,
hogy nem, hát már ez le van zsugázva, itt már minden eldől, ó, Fidesz, az, visz, minden, meg ezzel elbátortalanítják az embereket, és nem mennek el szavazni. De a Fidesznek van masszív 2 millió szavazója, se több, se kevesebb. De ennyit az MSZP nem tud felmutatni, és nem azért nem tud csak, mert lejt a választási pálya a kormánypártoknak. De, most nem azt mondom, hogy az MSZP egy hibátlan, és mindenki hibátlan, aki nem Fidesz. Én csak annyit akarok mondani, hogy a 2 millióhoz képest van még 6 millió további választópolgár. Ha ez már 6 millió mind elmenne választani, akkor konkrétan a Fidesz a fasorba se lenne, nem hogy kormányon, a fasorba se lenne. Tehát magyarul ennek az egész játéknak idézőjelben az a titka, hogy el kell menni szavazni. Ha mindenki szépen elmegy szavazni, akkor megtudjuk, hogy mit akar ez az ország, és az ország piszkosul nem azt akarja, hogy a Fidesz maradjon kormányon. Miért nem bírja rá az ellenzéki érzelmű bizonytalanokat, hogy elmenjenek szavazni? Például egy ilyen Olaf ügy. Beszéltem olyan közbeműködtetőkkel, akik azután csináltak felméréseket, hogy ez már kirobbant ez a botrány, nem igazán állította át itt a közbeműködtetési adatokat. De nem, mert nem tudják meg az emberek. Egyszerűen ez a választási csalásnak az egyik gyönyörű példája. Amikor a Fidesz szó szerint lenyúlta a sajtót, gyakorlatilag a megyei lapok, megyei rádiók, megyei tévék, helyi tévék, ez mind le lett nyúlva a Fidesz részéről, többnyire erőszakos módszerekkel, és innentől kezdve most önöket nézi, ma este nem tudom, 150 ezer ember, de ugyanez a 150 ezer ember fogja megnézni a még hasonló csatornákat, ugyanaz a 150 ezer ember olvassa azt a 8-10 független akkor szájtot. Akkor járják le a lábukat, és hát ezt csináljuk. Hát erről szólatom. Én például jelentem tisztelettel, holnap a Viharasarokban vagyok, 40 polgármesterrel találkozom, abban a mély hitben, hogy ők hívjuk lesznek. Ez akkor ellensúlyozni tudja? Tehát nem tudom, hogy mire lesz az egész. Hát nem tudjuk, hát még azért nagyon durva dolgok lehetnek ebben a kampányban. Hát most, hogyha azt nézem, hogy az, ami Hódmezővásárhelyen zajlik, ez már rég nem Hódmezővásárhelyről szól. Tehát itt mindenféle erőpróba, meg nem tudom, milyen hülyeségeket próbál. Miért? Nem ért egyet azzal, nem. Hogy ennek nagy tétje van? Nem. Egyszerűen azért, mert hogyha egy helyi, egy városi választást mi megpróbálunk rávetíteni az országos dolgokra, amikor helyben annyi minden különbözik, hogy az valami elképesztő az országos viszonyokhoz képest. Na várjunk, akkor itt lassítsunk le egy picit. Hódmezővásárhelyre többek között azért mondják, hogy fontos hely, mert hogy mindenki teszteli a stratégiáját. A Fidesz tipikusan vitt oda rengeteg pénzt, több mint 20 milliárd forintot, meg kilincselt minisztert Orbán Viktorig mindegy. Mindenki az ellenzék meg kiállt egy ellenzéki jelölt mellett összefogottan, és most mindenki azt gondolja, hogy meglátjuk, hogy ez működik-e. Nem, de ez piszkosul nem így működik. Egy polgármester esetében itt nem testületet választunk, stb. Én most nem akarok jóslatokba bocsátkozni, és nem is nagyon szeretnék ebbe a hódmezővásárhelyi dologba belemenni. Megmondom őszintén, a szocialista pártársának, Jánál Gyurának mondtam, hogy hát szerintem ez most már nem vásárhelyről szól, úgyhogy még azt hát fölajánlottam neki, hogy gondolját, hogy esetleg visszaért, nem tudom, nem. És mit mondott erre? Nem tudom, mi lesz ennek a dolog. Hát ő könnyen meg tudja osztani az ellenzéki szavazatokat, önt ezért sokan szitták is. Nem tudja megosztani az ellenzéki szavazatokat, mert hogyha erre mondtam azt, hogy a konkrét ismeretek. Ott gyakorlatilag Fidesz, MSZP, Jobbik, ez a három párt van jelen, majd még valamennyire jelen van a munkáspárt, bármilyen furcsa, mert legutóbb majdnem 7%-ot szerzett a munkáspárti jelölt. De ott ezek az úgynevezett többi ellenzéki párt, DK, LMP, és híre honva nincs a városban. De most az MSZP is, meg a Jobbik is támogatja Márki-Zay Pétert. Igen, csak azért azt is tudni kell, hogy ott amióta a világ 60% fölötti arányban választották meg a fideszes polgármestereket. Ja, és akkor ezt így elengedi innentől kezdve. Nem ezt mondom, én csak annyit mondok, hogy ha hagynák, hogy ez a város nyugodtan tudjon dönteni, akkor tudna a város nyugodtan dönteni, de így viszont, hogy oda vittek, minden nagy politikát oda toltak ebbe a gyönyörű szép városba, innentől kezdve akármi lesz ennek az eredménye, az egy tök fals eredmény, és nem a polgármesterről szól, nem a város életéről szól, hanem az országos marakodás van odaképezve. De ilyen szempontból nem lehet, hogy ezzel még jól is jár az ellenzék, mert ugye ott van Lázár János ügye, hogy ott van egy félig meddig hozzá köthető embernek egy szép kis vadászkastély a lázári földekkel körbeölelve, meg egyébként ott van az Éliosz, ugye, aminek Hódmezővásárhely volt a teszt egyik terepe. Igen. Igen, tehát hogy ez mind a kettő az ellenzéknek egyébként jó téma lehet. Hogy mondjam, szerintem nem szeretek ilyenkor jósolni, tehát amikor nem a természetes tényezők hatnak egy adott ügyben, hanem
iszonyatosan oda van tolva az égenföld, a kutya, béka, egér, macska, mindenki. Innentől kezdve bármi lehet ennek az eredménye. Aki ebből aztán majd következtetés akar levonni, na arra fogom azt mondani, hogy na az is hülye, mert egyébként egyszerűen csak tönkretettek egy várost. De a helyzet az, hogy a Helios ügy. Ez az a baj, hogy soha nem fogja megtudni a szavazó polgároknak a 80-90%, hogy ez micsoda. Egyszerűen azért, mert a média pont ezt a választói grémiumot nem éri el. Tehát még egyszer mondom, ugyanaz a 150-200 az ember nézi önt, az Indexet, és most ne csinálj kereskedelmi reklámot, ennyien tudnak az Helios ügyről, az összes többi meg annyit tud, hogy Orbán Viktor egy áldott ember, mert ugye a rádió, már a állami média, ami számukra elérhető, az folyamatosan elsugalja, azt se tudják, hogy van neki egyáltalán veje, Heliosról még kevésbé tudnak. Tehát ilyen értelemben lehet itt Budapesten erről jókat beszélgetni, de mondjuk egy zemplényi kisfaluban ez egyszerűen nem téma, mert az emberek meg se tudják. Tehát innentől kezdve mondom azt, hogy lehet ilyen meséket kitalálni, hogy majd hű, ez most milyen jó, megfogjuk ezt az ügyet, de ez... Nem nekem baj, hogyha nem fogják meg ezt az ügyet, hanem főleg önöknek, mert hát, amit lehet, a média megteszi a dolgát, szembesíti vele a döntéshozókat, hát de hogyha a politikusok feladják azt, hogy a média miért úgysejutnak az a pici maradéka megteszi a dolgát, igen, csak önök is olyan elképesztő kisebbségben vannak az állami médiához képest, mert most a független médiáról beszélek, hogy engem az érdekel, hogy önök mit tesznek hát ennek azt, a helyzetnek mondtam, a leküzdése érdekében. Elmegyünk mindenhova a lábunkkal. Ezt az egyet tudjuk megtenni. Ezen a Facebook se segít, az is sokat hoz meg. A független média is tud hozni meg minden, de összességében most például az, hogy én miről fogok a polgármesterekkel beszélni holnap a Biharsarokban, hát lehet, hogy az Helios ügyről is, de nem ez a fő projekt, hanem amit én csinálok az Európai Parlamentben, ez az Okos Falu program. És ha hiszem, azért jön az a 40 polgármester, mert amit előre elküldtem nekik anyagot, hogy ne erről szeretnék velük beszélni, halálba érdekli őket, és egy kérdés van. Hogyan lehet élhetővé tenni az ő települését? Uh-huh. És ez tök független attól, hogy most ilyen párt, olyan párt, milyen párt, meg mindenféle, ők egyszerűen szeretnék a maguk életével valamit kezdeni. És hogyha ezt megtesszük, én megteszem, sok más pártársam megteszi. Még akik most kint vannak a terepen, és nem jutnak ide a stúdióba, mert biztos nem lesz rá idejük, meg minden, de ezeknek a hatása hatalmas, és igazából itt nem kell semmit sem mondani. Menjél el szavazni. Ez az egyetlen mondat, amit végig kell vinni ezen a kampányon. Na, örülök, hogy ide eljutott a stúdióba, most jön egy diák a Kossuth térről, úgyhogy áthagyjuk neki a helyet. Hajrá, diákok! Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.